Köszöntöm Önöket, ez a Kéklámpások a köztérben. Július 1-től új törvény szabályozza a büntető eljárásokat, a jogszabályváltozás célja pedig a hatékonyság és a gyorsaság növelése. Rendőrségi autóval hozták július 2-án a járőrök a bíróságra az első olyan vádlottat, akinek ügyét már az új büntetőeljárási kódex alapján vizsgálják. A férfi társával együtt drogterjesztéssel gyanúsítja a megyei kapitányság. Július 1-e előtt előzetes letartóztatásba kerültek volna a feltételezett elkövetők, a bíróság most azonban elrendelte a letartóztatásukat. A kényszerintézkedések tekintetében az alapelve a szabad lábon való védekezés joga. A nyomozási bírónak azt kell indokolnia, hogy miért nem lehet az enyhébb kényszerintézkedést alkalmazni a gyanúsított esetében. A lakhely elhagyási tilalom és a házi őrizet intézménye megmaradt, az elnevezése azonban bűnügyi felügyeletre változott. Az új törvény egyértelmű különbséget tesz az eljárási lehetőségek között attól függően, hogy a terhelt beismerő vallomást tesz-e. Így az ügyek egy része már a bírósági eljárás előtt úgynevezett előkészítő tárgyaláson is befejeződhet, sőt a rendőrségi nyomozás idején is köthető egyesség. Társadalmi elvárásoknak, a társadalmi igényeknek megfeleljen az új törvény, amelyből a legfontosabb a gyors és időszerű, hatékony befejezés, tehát gyorsabbak legyenek az eljárások. Ez a célt számos rendelkezés szolgálja az új törvényben. Vegyük akkor sorra, amennyire lehet nyilván minden részletében nem, de például mi minden változott a nyomozás idején például? Már a nyomozás során lehetősége van a terhetnek és a védőnek arra, hogy az ügyésszel egyeztetést folytasson le, arra nézve, hogy amennyiben a terhelt beismeri a bűncselekmény elkövetését, akkor milyen joghátrány érje őt. Amennyiben ez az egyesség megszületik, az ügyész már aszerint emel vádat a bíróságra, hogy azt indítványozza, hogy a bíróság ezt az egyességet hagyja jóvá, és az abban foglalt joghátrányt alkalmazza ilyenkor a bíróság. Ez például egy teljesen új jogintézmény, egy teljesen új szemléletet követel meg az eljárás minden résztvevőjétől. Mennyiben változott mindez a bírósági eljárás szakaszában, ott történtek-e hasonló módosítások? A bírósági eljárásban a legfontosabb változás az, hogy bevezette az új törvény az előkészítő ülés intézményét, minden egyes ügyben kötelező előkészítő ülést tartani. Az előkészítő ülésen, ugye az előkészítő ülést megelőzi a vádemelés, amelyben az ügyész már egy büntetés-kiszabási indítványt tesz. Az előkészítő ülésen ezt módosíthatja arra az esetre, amennyiben a vádlott beismeri a bűncselekmény elkövetését. Tehát ekkor a vádlott egy kedvezőbb büntetéssel számolhat. Amennyiben a vádlott ezt elfogadja, beismeri a bűncselekmény elkövetését, lemondhat a tárgyaláshoz való jogáról, ebben az esetben a bíróság már az előkészítő ülésen ítéletet hozhat, és így elkerülhető a hosszas, adott esetben hosszas bírósági eljárás. És aztán a fellebbezések tekintetében is vannak változások. Igen, a legfontosabb változás ebben a körben, hogy a korlátozott fellebbezés intézményét bevezette az új törvény. Ez azt jelenti, hogy amennyiben csak egy-egy rendelkezését támadja az ügydöntő határozatnak valamelyik fél, akkor a fellebbezés csak erre irányul. Ebben az esetben a másodfokú bíróság is csak ezt vagy ezeket a rendelkezéseket fogja felülbírálni. Tehát nem terjed ki az eddigiektől eltérően az eljárás egészére valamennyi rendelkezésre majd a felülbírálat, hanem csak azokra, amelyet valamelyik fél vitat. Kényszerintézkedések? A kényszerintézkedések körében is egy lényeges szemléletváltás van folyamatban. A fokozatosság, a szükségesség és az arányosság elve az kifejezetté vált az új törvényben.
Ennek a lényege az, hogy szigorúbb kényszerintézkedést csak akkor alkalmazhat a bíróság, amennyiben az enyhébb ilyen kényszerintézkedések nem szolgálnák azokat a célokat, amely miatt ezekre az intézkedésekre szükség van. Ilyen kényszerintézkedés lehet a távoltartás, a bűnügyi felügyelet, illetve a legszigorúbb a letartóztatás. A székesfehérvári törvényszék szakemberei a büntető kollégium vezetője szerint felkészültek a változásra. Karácsony Mónika Emőke elmondta, a képzések már januárban elkezdődtek, és a hatályba lépés időpontja előtt mindenki sikeres vizsgát tett. 18. július 1 napján hatályba lépett jogszabály büntetőeljárási törvény kapcsán egy éve megkezdte a felkészülését. 2018. januárban a Magyar Igazságügyi Akadémián Budapesten volt a képző képzése, ahol 4 büntető bíró vett részt. Ezt követően a győri ítélőtáblának az irányítása mellett történtek képzések, szakmai képzések, majd 2018 tavaszán pedig 2-3 napos egésznapos képzés volt a törvényszéken, ahol valamennyi bíró részt vett a képzésen, folyamatosak a szakmai megbeszélések, egyeztetések mind a társhatóságokkal, az ügyészséggel, a rendőrkapitánysággal és az ügyvédi kamarával is, illetőleg a bíráknak és az igazságügyi alkalmazottaknak a képzése is folyamatos. Őket szakmai egyeztetések, illetve segédanyagok és folyamatos konzultáció kapcsán készítjük fel. Azt gondolom, valamennyi bíró, igazságügyi alkalmazott a törvényszék területén felkészült az új jogszabályra. Az új büntetőeljárási kódex a bűncselekmények sértetjei tekintetében kibővítette a különleges bánásmódra vonatkozó rendelkezéseket. Ilyen változás például a gyerekek esetében az, hogy nem kell a nyomozás során, majd a bírósági tárgyalásokon többször vallomást tenniük, elég egyszer a nyomozás idején, erről felvétel készül és ezt használják többször is, így nekik a tárgyaláson meg sem kell jelenniük. A Gárdonyi Rendőrkapitányság munkatársai megerősített szolgálattal dolgoznak a nyári időszakban, és nem csak a bűncselekmények felderítésére, illetve a közlekedés segítésére, hanem a bűnmegelőzésre is nagy hangsúlyt fektetnek. Ez a társaság már kedd óta az EFOT-on bulizik. Mint mondják, volt már kellemetlen élményük fesztiválon. Tavaly a mellettük kempingező csapat pénzét és telefonjait tulajdonította el valaki. Így idén ők már óvatosabbak. A telefon mindig zsebben van, és a pénztárca meg nálunk. És akkor az EFOT-ról elmondható, hogy ez egy ilyen biztonságos fesztivál már ilyen szempontból, hogy nem tűnik el itt nagyon semmi? Úgy gondolom, hogy nem, bár tavaly volt egy kisebb probléma, nem velünk, hanem a szomszédban, a Drótszamár kempünkben több sátrat felvágtak, hála Istennek a miénket nem, úgyhogy szerintem igazából ezt nem fogod tudni elkerülni egy fesztiválon, hogyha eljössz és jól érzed magad, mert biztos vannak olyan emberek, akik nem azért jönnek, hogy csak fesztiválozzanak, hanem mondjuk mások értékeiben kárt tegyenek, vagy eltulajdonítsák. Hogy minél kevesebb bűncselekmény történjen a rendezvényen, a rendőrség is nagy erőkkel képviselteti magát a fesztivál környékén. A rendőrség az EFOT legnagyobb rendezvényünket a mínusz első naptól biztosítja. Kihelyezett vezetési pontot telepítettünk a rendezvény területére, hogy az esetlegesen felmerülő, beavatkozást igénylő helyzetekre azonnal tudjunk reagálni. A fesztivál környékén a forgalmat is felügyelik a rendőrök, közben pedig ügyelnek a tóban fürdőzők biztonságára is. Készpénz, telefon és laptop, ezekre utaznak elsősorban a tolvajok. Hogy minél kevesebb lopás történjen a rendezvény területén, a járőrszolgálat mellett a bűnmegelőzésre is nagy hangsúlyt fektetnek az egyenruhások. Különböző szóróanyagok segítségével hívják fel a fiatalok figyelmét arra, értékeik megóvása érdekében ők mit tehetnek. Ez pedig már a Velence Korzó strandja, itt is bűnmegelőzési szóróanyagot oszt a Gárdonyi Kapitányság önkéntesek segítségével az idegenforgalmi idény alatt.
Mint minden nyáron, az idei nyáron is felkészültünk arra, hogy az idegenforgalom idénye alatt a lakosságot, illetve a pihenőket megszólítsuk és felhívjuk a figyelmüket arra, hogy hogyan tudják biztonságosabbá tenni az itt tartózkodásukat. A strandlopások, a táskalopásokra, illetve a gépjárművekben tartott tárgyaknak az eltulajdonításának a megelőzésére hívjuk fel a figyelmet. Ebben önkéntes polgárőrök, illetve egyetemista önkéntesek, valamint pályorientációs diákok vesznek részt. Lehetőség szerint szinte minden nap ki fogunk jönni Velence, Gárdony, Aggád frekventált területeire. A gépjármű tulajdonosoknak arra hívjuk fel a figyelmüket, hogy a gépjármű utasterében ne hagyjanak értéket, a strandoknál, a strandlopások megelőzésére pedig ott, hogy az értékeket ne hagyják elől, ne hagyják szem előtt, mindig valaki őrizze ezeket, vagy használják a biztonságosabb értékmegőrzőket. Illetve felhívjuk arra is a figyelmet, hogy gépjárművet, gyermeket rövid időre, illetve kisállatokat rövid időre se hagyják, hiszen nagyon gyorsan felforrósodik a gépjárműben a hőmérséklet. Abban az esetben viszont, hogyha a bűncselekmény áldozatává válnak, vagy gyanús viselkedést észlelnek, akkor pedig hívják a 112-es hívószámon a rendőrséget. Mik a leggyakoribb esetek, amiket mondjuk eltulajdonítanak, amit szem előtt marad a strandon, akár a kocsiban? Legegyszerűbb ugye nyilván a készpénz, hiszen az nem beazonosítható. Bankkártyák, mobiltelefonok, különböző szórakoztató technikák, illetve nagyon oda kell figyelni a gépjárművek indítókulcsára, hiszen ha az elkövető arra specializálódik, hogy kifigyeli, hogy milyen értékesebb gépjárművet szeretne eltulajdonítani, akkor esetlegesen az indítókulcsokat elveszik, és nagyon gyorsan ugye nyilván ezzel a kulcsal gyorsabban és eredményesebben fogják eltulajdonítani a gépjárműveket. Ezek a sztenderek igazándiból, de nyilvánvaló, hogy bárkinek a kisebb érték is nagyon nagy érték, hogyha elveszik mondjuk az okmányok, hiszen azoknak a beszerzése is nagyon időigényes. Nem tudom, hogy ilyenekről tudunk-e beszélni, hogy az utóbbi években ezeknek az eseteknek a száma az jellemzően nőtt, vagy stagnált, csökkent? Megpróbálunk, ahogy említettem is, odafigyelni és felhívni a lakosság figyelmét erre, és én úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban a lakosság is, illetve a pihenni vágyók is sokkal érzékenyebbek ezekre a kérdésekre, jobban megfogadják ezeket a tanácsokat, és én azt tapasztalom, hogy ezeknek a bűncselekményeknek a száma csökken, illetve nem emelkedik, inkább ezt mondanám, mert ami annak köszönhető, a bűnmegelőzés részéről is aktívabbak az állampolgárok, körültekintőbbek, és megfogadják a tanácsokat. Az utóbbi években a strandlopások száma a tó környékén, köszönhetően a bűnmegelőzési kampánynak is, kismértékben ugyan, de csökkent. A bűnmegelőzési osztályvezető szerint ez azzal is magyarázható, hogy a strandolók egyre körültekintőbbek és odafigyelnek a társaik holmiára is. A közlekedés legsérülékenyebb résztvevőit alkotják a biciklisek, illetve a gyalogosok. Éppen ezért a rendőrség mostantól bárhol, bármikor Székesfehérváron, illetve annak vonzás körzetében ellenőrizheti a bicikliseket és a gyalogosokat egyaránt. A belvárosba tilos kerékpárral behajtani, mégis sokan megszegték ezt a szabályt kedden délután. Aki pedig így tett, azt a rendőrök megállították, és bár ezúttal nem bírságoltak, felhívták a figyelmet a legfontosabb szabályokra. Meglepődtem, mert igazából nem szoktam betartani ezeket a szabályokat, mert sietek, de ezt befogom. Ez a férfi azt mondja, őt még soha nem igazoltatták, de nagy szükség van a hasonló ellenőrzésekre. A szabályokat próbálják betartatni, azt én csak helyeslem. Hát a betartatás módját nem ismerem, hogy milyen, de hát ha szólnak, hogy mihez kell tartani magukat, akkor az helyes. Hát olyan dolgokkal találkozik az ember, ami megdöbbentő, szóval akár a közlekedésben, akár a gyalogos, tehát gépkocsi közlekedésben, gyalogos forgalomban is elképesztő dolgok vannak. A balesetek okozói leggyakrabban a gyalogosok és a biciklisek. Az ő védelmükben dolgozta ki a Fejér megyei rendőrfőkapitányság azt az akciót, melynek során rendszeresen ellenőriznek majd. A cél, hogy felhívják a figyelmet a szabálykövető magatartásra. Nem az a cél, hogy büntessünk, bár egy idő után a szankciók sajnos elkerülhetetlenek, de jobb az, hogyha megelőzzük ezeket a dolgokat, mintha már egy balesetnél találkozunk egy-egy kerékpárossal vagy gyalogossal, pláne hogyha kiderül, hogy olyan jogszabály nem követő magatartás miatt következett be, ami nagyon könnyen és egyszerűen meg lehetne oldani, például odafigyeléssel, a jogszabályok betartásával, hiszen az a legnagyobb probléma, hogy ahogy megfigyeltük, és van egy ilyen kis belső
dolog, amit utána néztem, hogy az okozók közül nagyon sokak rendelkeznek vezetői engedéllyel. Én azt nem értem, miért felejtik el azt a tudást, amit ugye a vezetői engedély megszereztek, amikor kerékpárra ülnek. Tudomásul kell venni, hogy a kerékpár azért veszélyes üzem tud lenni. Ennek az akciónak nem csak az a lényeg, hogy büntessünk, ismét mondom, hanem hogy felhívjuk a figyelmet a szabálykövető magatartásra. És nem azért kell betartani a szabályokat, mert ott a rendőr, hanem azért, mert ez mindenkinek a jó bevált érdeke. Egyéb iránt a közlekedési szabálysértések közül ugye a járdán történő kerékpározás, a kijelölt gyalogos átkelő helyen történő kerékpárral áthaladás, illetve a világító jelzőberendezések szinte teljes hiánya egy-két kerékpáron, a járművek műszaki állapota, illetve bizonyos szinten a személyszállítás, tehát igenis tudomásul kell venni, hogy kerékpárral 16 évet betöltött személy szállíthat, egy 10 évet be nem töltött szemét a kerékpáron a gyerekülésen. Tehát amikor a csomagtartóra feltesszük a tesónkat, a gyerekünket, vagy a barátunkat, az egyrészt balesetveszélyes, hiszen ebben az esetben a kerékpárnak a műszaki tulajdonságai jelentősen megváltoznak, másrészt pedig szabálytalan. Ugye, és ezen kívül még fokozottan figyelni kell, ugye itt a kerékpárvezetésre, ugye a befolyásolt állapotban nagyon kemény dolog tud lenni, amikor egy kerékpáros a közúti forgalomban úgy vesz részt, hogy annyira befolyásolt állapotban van, hogy szinte azt sem tudja, hogy most merre van az előre, és innentől kezdve már is potenciális balesetveszély. Az akció során az egyenruhások mindkét esetben figyelik majd az átkelés és a közlekedés módját, a bicikliseknek pedig számítaniuk kell arra is, hogy a járműveik világító és jelző berendezéseit, műszaki állapotát, a tartozékok helyes használatát is ellenőrizhetik. Az akció 2019. június 30-áig tart. Kedves nézőink, ez volt a Kéklámpások a köztérben. Köszönöm, hogyha velünk tartottak, és tegyék ezt egy hónap múlva ugyanekkor, ugyanitt.